kaptam tőle egy SMS-t néhány órával később, ami az volt, hogy Zoli, neked adom az utolsó táncomat. Szóval a klipben tulajdonképpen ez az utolsó tánc ilyen értelemben van megörökítve, és nagyon sokat beszéltünk a tükörről, hogy, hogy egy táncos számára a tükör az nem más, mint az a folytonos félelem, amelyikben folyton saját tökéletlenségét kell néznie. És azt mondta, hogy nincs semmi, amit jobban utál a tükörnél. És amióta nem táncol, nem néz bele. Ami azt jelenti, hogy szerintem idestóva legalább 30-35 éve nem nézett bele a tükörbe. De nincs is rá szüksége, bámulatosan néz ki. Egyszer azt mondtam neki, hogy Dóra néni. Rám nézett, és azt mondta, néni ám az öreg anyád. Tükörbe nézett reggel, megint elárultál, hogyan múlhatott el, megint elárultál, a kendőjét letette, a székre a kabát, elég lesz hűvös este, a konyhában összeszedte, amit a pulton talál. Itt egy szék, üres szék, egy asztal, aki elhagyott, már nem marasztal. Itt egy kép, ami már nem látszom, itt egy kéz, ami egy másik vállon. Pihenés, egy hang a nevemen szólít, aki szól, az hátat fordít. Miért nem szólsz előtte, mondta az ajtóban állt, a lábát megtörölte, és az egész család. Egy képben ő előtte, épp mentem volna már. A tükörbe nézett éjjel, megint elárultál. Azt mondtad, van kivétel. Itt egy szék, üres szék, egy asztal, aki elhagyott, már nem marasztal. Itt egy kép, ami már nem látszom, itt egy kéz, ami egy másik vállon. Pihenés, egy hang a nevemen szólít, aki szól, az hátat fordít. Aki szól, az hátat fordít. Itt egy szék, üres szék, egy asztal, aki elhagyott, meg nem marasztal. Itt egy kép, ami már nem látszom, itt egy kéz, ami egy másik vállon. Pihenés, egy hang a nevemen szólít, aki szól, az hátat fordít. És akkor